Térörömzene címmel a Galambos János Zeneiskola növendékei kamarazenekari koncertet adtak Soroksár főterén a Zenepavilonnál. Az est házigazdája Weisz Nándor volt. Nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk. Tulajdonképpen a koncertről egy pár szóban csak annyit, hogy az ötlet, ami miatt ezt a koncertet úgy éreztem, hogy meg kell tartani, hogy egyre jobban azt érzem, ugye a zeneiskolában vagyok ütőhangszeres tanár, és egyre jobban azt érzem, hogy a gyerekek, a növendékek, meg a szülők se érzik azt, hogy igazából miért is fontos a zenetanulás, mert hogy ugye egy évben van kettő darab fél évi vizsga, amire aztán nagyon felkészül a gyerek, és utána nagyjából ennyi is volt, elmegy a kedvük a gyakorlástól, nem érzik, hogy ennek mi értelme van, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy szervezek egy olyan koncertet, ahol megmutathatja a zeneiskola, hogy a különböző szakoknak, vonósok, fúvósok, ütősök, billentyűs hangszerek, mindenféle hangszerek megmutatkozhatnak kamara produkciókban, ami ugye azt jelenti, hogy kisebb zenekari produkciókat fogunk a mai koncerten meghallgatni. Ha jól tudom, minden tanszakból fogunk több produkciót is hallani, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok ehhez a délutához, és hogyha jól sikerül a koncert, már pedig biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni, és egy jó hangulatú koncertnek nézünk elébe, akkor megkockáztatom, hogy ezt minden évben nagyjából ilyenkor két nappal a szülinapom előtt megtartjuk.